Krisztusban szeretett testvéreim, egy elgondolkodtató történet arról beszél, hogy egy szerzetes ült a tisztáson és imádságába mélyedve Isten szépségéről és jóságáról gondolkodott, amikor egyszer csak ott termett mellette egy erőszakos juhászlegény, és láthatóan, indulatosan meglökte ezt a szerzetest, hangos szóval követelte tőle, a követ, tessék, add nekem a követ! A szerzetes a legnagyobb nyugalommal belenyúlt a tarisznyájába, elővette a juhászlegény által kért követ, amelyet pár nappal előtte talált a patakban, és a legnagyobb nyugalommal átadta a juhászlegénynek, aki kikapta a kezéből, hazarohant a elrabolt kincsel, kirakta az asztalára, és gyönyörködött benne, hiszen tudta, nagyon jól tudta, hogy az álmában kapott utasításnak megfelelően egy nagyon értékes gyémántnak lett a gazdája. Lefeküdt az ágyára, és hosszasan gondolkodott, mire is fogja felhasználni így szerzett gazdagságát. Álmodott szép házról, álmodott palotáról, álmodott erdőkről, mezőkről, mindenről, amit meghódít majd az elrabolt kincsnek köszönhetően. És így teltek, múltak a napok, semmit nem csinált, az állatokat is elfelejtette kihajtani, feküdt az ágyán és gondolkozott, hogy hogyan lesz ő igazán gazdag. És aztán több napi töprengés után végül tarisznyájába rejtette a megszerzett gyémántot, visszament a tisztásra a szerzeteshez, és a legnagyobb meglepődésére a szerzetesnek így szólt: add nekem azt a gazdagságot, amely ilyen bátran oda tudja nekem adni a világ legdrágább gyémántját. Kedves testvéreim, valahol a gazdagság az embert mindig lenyűgözi, és mindig hatalmába is keríti, amikor az ember ott áll a kapujában, de valahol érezzük a történethez hasonlóan, hogy az igazi gazdagság az nem kívülről érkezik az emberhez, az igazi gazdagság az belül születik meg az emberben, és ez a belső gazdagság a legnagyobb szegénységet is képes bearanyozni, míg a legnagyobb külső gazdagságban is koldus szegény tud maradni az ember. Jézus a mai evangéliumban egy nagyon furcsa történettel, vagy talán inkább történet sorozattal fordul hallgatóihoz a hegyi beszédben. Nem annyira a gazdagságról akar beszélni, hanem sokkal inkább egy alapvető emberi magatartásról, és ez pedig nem más, mint az aggódás. Aggódó emberek veszik körül Jézust, de aggódó embert találunk mi magunkban is, hogyha magunkba tekintünk, aggódunk a holnapért, aggódunk egymásért, aggódunk azért, hogy vajon föl tudjuk-e fedezni mindig minden körülmények között azt a belső szabadságot, amely szükséges ahhoz, hogy az ember békében éljen ezen a világon. Jézus nagyon egyszerű mondatot mond ma: ne aggodalmaskodjatok.
Valahogy talán egy kicsit meg is ijeszt bennünket, könnyű ezt mondani. És könnyű talán a Szentírásnak 2000 év távlatából átvisszhangozni a mai emberre, hogy ne aggódjatok, de hát létezik úgy élet, hogy az ember aggódás nélkül tudja tölteni napjait. Aachenben a katolikus napok alkalmával évről évre van egy különleges szokás. Egy fiatal asszony 4 percenként megüt egy harangot. És a katolikus napok alkalmával így fejezik ki, hogy 4 percenként valaki éhen hal a földön. Hogyan lehet nem aggódni a keresztény embernek akkor, amikor annyi minden aggodalomra ad okot, akár a legközvetlenebb környezetünkben is, de mindenképpen, hogyha a világ egyház gondjára gondolunk és tekintünk. Jézus a mai evangéliumban tulajdonképpen egy különleges beszéddel lep meg bennünket. Ennek a különleges beszédnek egy különleges szerkezete van. Az elején egy egyszerű mondat. Senki sem szolgálhat két úrnak, vagy az egyiket szereti, a másikat gyűlöli, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. És utána következik két történet, két életkép a mezők virágairól, és az ég madarairól, és ennek a szerkezetnek a végén pedig ismét ott találunk egy különleges felszólítást, ti elsősorban Isten országát és annak igazságát keressétek, a holnap gondoskodik magáról, a mának elég a maga baja. Talán a 8 boldogság közül az első boldogság kifejtése jutna az eszünkbe, ha hallgatjuk a mai evangéliumot. Vagy talán a mi atyánk kérését boncolgatja Jézus, mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. De voltak éppen ebben a mai evangéliumi részben Jézus nem egy hosszas, kifejtő tanítást akar adni a már elmondott hegyi beszédnek valamelyik eleméről, hanem elsősorban szeretné ráirányítani figyelmünket Isten hűségére. Arra a hűségre, amely egyértelmű magyarázata annak, hogy Isten szeretettel fordul az emberhez. Nincs más alapja a mi életünknek, mint az Isten szeretete és az irántunk soha el nem fogyó hűsége. És amikor az Isten országát kell keresni, és annak igazságát, akkor nem egy intézménynek az igazságát, hanem ezt a személyes Istent, a személyesen szerető Istent kell megtalálnunk, és a személyesen szerető Istenhez kell hozzákötni az életünket. Sok-sok szimbólum szerepel a mai evangéliumban. Ezek közül talán érdemes volna kiemelni az evangélium elején lévő mammont, a megszemélyesített pénzt, amely képes hatalmánál fogva alárendelni az ember belső világát, minden egyes embert is képes maga alá gyűrni. Lukács evangéliumában a gonoszság mammonjánról beszél, csalók a gazdagságról, a bűnös gazdagságról. Úr és szolgálat, szeretet és gyűlölet, elsőbség és megvetés, ezek az ellentét párok sorakoznak föl a mai evangéliumban Szent Máté tolmácsolásában. Ahol a szolgálat elsősorban kultusz jellegű. A mammon, a hamis Isten,
a nem Isten, az Isten ellenes Isten, tulajdonképpen az embert, a szó szép értelmű szolgálata helyett az embert rabszolgaságba taszítja. És ebben a rabszolgaságban az ember lemond a szabadságáról, és olyan módon lesz az urájé, hogy többé már nem gondolkodik. Erre mondja Jézus azt, hogy nem szolgálhat az ember két felé. Mert ha egyszer valaminek a rabjává válik, ha egyszer valakinek a kedvéért lemondunk a szabadságunkról, attól kezdve már nem szolgálatban éljük az életünket, hanem szolgaságban. Aki viszont az Istennek adja a szívét, az élete végéig egészen szabadon az Úr szolgálatára van. E között a kettő között érdemes választani. És Jézus példái, a természetből vett példái, a virágokból kiinduló példa, vagy a madarak életéből kiinduló példa, arra inti az embert, hogy az Isten elég alap ahhoz, hogy az ember teljesen rábízza az életét. Aki szabadságában elajándékozza az életét az Istennek, sokszorosan, az evangélium más helyén százszorosan kapja vissza azt. De ehhez kell egy bátorság. Igen, Isten az embertől elvár egyfajta szent vakmerőséget, amellyel az ember totálisan odabízza magát a jó Istenre. Nem számítgatva, hogy mi lesz, ha mégsem jön be. Önmagunk rábízása biztos, hogy bejön. Biztos, hogy az ember nem önmagára fog rátalálni Isten szolgálatában, hanem az őt teremtő Istenre, aki az igazi értelme az emberi életnek. Ezt kéri tőlünk ma Jézus. Egyszerűen, könnyedén, hogy kezünkbe lehessen a legdrágább kincs, az a szabadság, amellyel az ember a leggazdagabbá lett téve a teremtett világon. Kedves testvéreim, sok minden akarja az Isten igazi gazdagságát elvenni tőlünk, hogy e világi olcsó gazdagságoknak álljunk a szolgálatába. A kísértés logikája mindig ugyanaz. De Jézusnak minden időt átható szava, minden időn átívelő szava egyértelműen képes a szívünket jó irányba fordítani, abba a jó irányba, ahol pontosan tudjuk azt, a mának valóban elég a maga baja, a holnapért való aggódás pedig az Isten ügye. Amen.